Kérem én, nekem ez engedélyem van. Igen? És kitől? Fantasztikus sikereket értek el a fehérvári színjátszók a hétvégén megrendezett Vasvári Színjátszó Fesztiválon. A Szabad Színháza, a Teddy Színjátszókör és a Prospero Színkör a fesztivál fődíja mellett szinte minden fontos díjat hazahozott a hétvégi találkozóról, amely egyben minősítő fesztivál is volt. Nagy Judit rendezésében a Szabad Színház az Átok című előadása a legjobb előadás, illetve a fesztivál fődíját is elnyerte. Ez az előadás filmszerű. Nagyon sok formanyelvi elemet tartalmaz, amelyek egymástól különbözőek. Filmeset, emlékezetet, árnyátékot, egy csomó-csomó olyan eszköz van benne, ami nem egyszerű megvalósítani és előkészíteni. Noha egy könnyed játéknak tűnik, de hát tudjuk az operett és a könnyű műfajok is mennyire könnyűek, na hát ez is pontosan így történt. A kikötői legendában nyújtott teljesítményért a legjobb férfi alakítás díját Szabó Miklós Bencének, mindig a legjobb férfi epizód alakítás díját Torma Tamásnak ítélte oda a szakmai grémium. Színészi külön díjakat is sikerült besebelni, mert Torma Tomi megkapta a legjobb epizód alakítás díját, én pedig a legjobb férfi alakítás díját érdemeltem ki, aminek nagyon örültünk. Ugye ezzel a drámával már egy korábbi fesztiválon is kaptam én színészi külön díjat, mert hogy nagyon sok lehetőség nyílik a szerepben megmutatni nagyon sok mindent. Én ugye ebbe harmonikázom, mutatványozom, erőművész vagyok, akkor utána van egy gyengédebb szál is, amit meg lehet mutatni, és ez kifejezetten tetszett is a zsűrinek. Az értékelésben is nagyon sok pozitív dolgot kaptunk. 3000 gyerek ült minden alkalommal a nézőtéren. A legjobb női alakítás díja is Fehérvárra került, ezt Törzsök Márta kapta a Prospero Színkör őszi szonáta című előadásokban nyújtott alakításáért, amely Micskó Zoltán rendezésében került színre. Komló 2 héttel ezelőtt volt, és ott a Szabad Színházzal, a Svajda Györgynek a Szent Család című darabjával indultunk versenybe, és ott elnyertem a legjobb női alakítás díját. Majd ugye 2 hétre rá, a múlt hét végén Vasváron a Prosperóval az őszi szonátát játszottuk, ahol szintén megkaptam, a társulat pedig aranyminősítést kapott ezért az előadásért. A Teddy Színjátszókör Cyber Cyrano című előadásának rendezéséért Somos Ákos vehette át a legjobb rendező díját a zsűritől. A Teddynek pedig ez a Cyber Cyrano előadása, ez azért nagy élmény a számomra, mert ez egy ifjúsági darab, gyerekekről szól, gyerekek játszanak benne, nincs benne felnőtt szereplő, ezt diák színpaddal játsszuk abszolút, és diák közönségnek a legtöbbször, és mégis ez volt a harmadik olyan országos felnőtt fesztivál, amire elvittük, és mind a hárman kaptunk valamilyen díjat. Az idei találkozó zsűriét Sztárek Andrea színművész rendező, Szűcs Katalin Ágnes rendező, színi kritikus, Grósz Artúr Valentin zeneszerző és Regős János színész rendező, a Magyar Színjátékos Szövetség elnöke alkotta.